Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben az önkormányzat megkezdte a tároló-parkoló rendszer kialakítását. Napjainkra 8 tároló-parkoló várja a lakosokat, melyek körülölelik a belvárost, így bármely irányból gyalogosan is könnyen megközelíthető a városközpont. Az október 25-i Móricz Zsigmond utcai ünnepségen adta Ács Varsz Béla polgármester valamennyi elkészült ingyenesen használható tárolóparkolót a város lakosainak. Az átadáson a polgármester elmondta, a tárolóparkolók kialakítását a Baumidex Kft. Végezte. A beruházások mintegy 50 millió forintból valósultak meg. A tárolóparkolókról azt tudni kell, hogy mióta módosítottuk a parkolási rendeletet, azóta kétszintű parkolási rendszer van a városban. Nem összekeverendő a színek számával, mert az egy egészen más dolog. A kétszintű parkolás pedig azt jelenti, hogy az állandó lakosok a lakóhelyük környezetében attól számítva 500 méteres körön belül ingyenesen parkolhatnak. Természetesen ennek az a feltétele, hogy regisztráljanak a parkoló társaságnál, és a regisztrálás után az ingyenes parkolási lehetőség megnyílik. De mivel kiterjesztettük az egész magas beépítési területre a parkolási rendszert, ezért életbe léptettünk egy új parkoló formát, ez pedig az úgynevezett tároló parkoló. A tároló parkoló azt a célt szolgálja, hogy a nevében is benne van, hogy akár huzamosabb ideig is ott el lehet helyezni gépkocsikat, más eszközöket is, amelyek nem feltétlenül személygépkocsik, és ott, ahogy az előbb említettem, huzamosabb ideig is lehet parkolni, és mindezt ingyenesen, tehát térítési díj nélkül lehet megtenni. A koncepció arra épült, hogy a város belterületét körbeveszik az úgynevezett tároló parkolók, és ebben az évben 5 helyen hoztunk létre ilyen tároló parkolókat. A Hétvezér utcában a Badiver Kft.-vel megállapodtunk, hogy rendelkezésünkre bocsátja az ottani aszfaltozott terület egy részét, és ott 21 parkolóhelyet tudtunk kialakítani, tehát ez a 21 parkolóhely ingyenesen igénybe vehető. A Óvoda utcában, tehát az Óvoda utca, ugye az itt tőlünk párhuzamosan a Sport utcából nyílik, az Óvoda utcában is kialakítottunk egy nagyobb méretű tárolóparkolót, ahol 84 darab gépkocsi elhelyezésére nyílik lehetőség. A Pénzes híd mellett, a Pénzes hídnál a garázsok irányában a bevezető út mellett ugyancsak kialakítottunk ilyen tárolóparkolókat, 35 darabot, és ugye itt van a Móricz Zsigmond utca két oldalán, Móricz Zsigmond utca 25, 26, illetőleg a 11 előtt alakítottunk ki parkolókat, a 11 előtt 40 darabot, és a 26 előtt pedig 30 darabot. Ezekhez a tároló parkolókhoz még hozzászámíthatjuk a bányászpálya környékén átadott parkolókat. Az alupálya és a bányászpálya környékén 350 parkolónk van, amiket szintén tároló parkoló céljára tudunk alkalmazni, és ugyancsak a strand közvetlen környezetében, valamint az úszoda bejáratánál is létesítettünk parkolókat, azok is tároló parkoló funkciót tudnak hordozni. És hát a kórház parkoló, amely ugye napközben a betegek, illetve az egészségügy számára van nyitva, de esti órákban tároló parkoló funkciót is be tud tölteni. A városban jelenleg 3523 fizető és 968 ingyenesen használható tárolóparkoló áll az autósok rendelkezésére. A közeljövőben a vasútállomás környékén egy P+R parkolót kíván kialakítani a városvezetése. Az elmúlt években egyik kiemelt feladata volt az önkormányzatnak, hogy megoldjuk azokat a feszültségeket a városon belül, amely a parkolás témakörében jelentkezett. Nagyon sok autó lett hirtelen, nagyon sok jöttek a városba, és nyilván ez olyan forgalmi rend változást vont maga után, olyan parkolási rendváltozást vont maga után, ami helyére tette ezt a dolgot, és nyugodt álláspontra kerülhetett. Én szeretném megköszönni mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában, ugye elsősorban azoknak a kollégáimnak, akik akik ezt megalkották, akik részt vettek ebben, ennek a kidolgozásában, akik megépítettek, és külön szeretném megköszönni azoknak a polgároknak, azoknak a ajkai lakosoknak, akik az elmúlt évben nagyon sok ötletet, nagyon sok olyan kreatív megoldást javasoltak, amit ebben a munkában figyelembe tudtunk venni. De azt gondolom, hogy igencsak köszönet járt azért, hogy városunk lakossága türelmes volt ezekben az években, és igen gyorsan elfogadta az új parkolási rendet, és nem csak elfogadta, hanem gyakorlatilag a város parkolási rendjén, az autókon lehet látni, hogy tulajdonképpen helyére került ez a téma. Az alpolgármester hozzátette, hogy az elmúlt időszakban a város folyamatosan épült és szépült, amelyhez a parkolók is hozzátartoznak.